Ahogy a kedves nézők is látják, én keverem a kártyát, de osztani nem fogok vendégeinknek, de mindenféleképpen ezt szerettem volna megmutatni, hogy azért a kártya és a kártyázás az művészet is, amit azt sokkal jobban tudjátok és jobban tudják, mint ahogy én, de azt, hogy végül is, ahogy mondani szokták, hogy a kártya a világnak tüköre, ezt még annak idején a 18. században írta egy költő, mert hogy a kártyákon minden megtörténik, ami csak a világon van. Benne vannak a hadvezérek, benne vannak a bohócok, benne vannak a színészek, a festők, szóval mindenki. Elöljáróban csak annyit, hogy azt olvastam, hogy maga a kártya és a kártyázás már jó több mint 1000 évvel ezelőtt Indiában elkezdődött. Egy másik adatot, amit megnéztem, hogy 700 évvel ezelőtt került Európába, Magyarországon pedig az első magyar kártyagyár 150 évvel ezelőtt alakult. Hát azóta már a Piatniktól kezdve mentünk tovább, de én azt szeretném, hogy egy kicsit beszélnétek arról, ami tulajdonképpen a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban immár szeptember végétől tart, egy fantasztikus kártyakiállítás, ahol minden van, ami a kártyázással kapcsolatos. Jól tudom, direktor úr? Igen, és az annak köszönhető, hogy valóban 150 éves a magyar kártyagyártás, illetve annak, hogy nálunk van az a gyűjtemény, ami Jánoska Antal jóvoltából több évtizedes gyűjtőtevékenység eredményeként jött létre, és nem csak tárgyasult formában, hanem tudás formájában is. Uh-huh. És ez szerencsére Jánoska Antaltól még mind a mai napig megkapjuk ezt a tudást, ennek a kiállításnak is ő a fő kurátora, ha szabad uh-huh. így fogalmazni, igen. A mellettem ülő kis Emilia a társkurátor. Úgyhogy ő jött az ötlettel valójában, hogy itt van egy kiváló alkalom, 150 éves a magyar kártyagyártás, nosza, mutassuk meg, mink van. Uh-huh. És ebből egy pazar kiállítás született, mondhatom. Megmondom őszintén, én féltem tőle, hogy kártya, mindenütt csak kártya, mi lesz ebből? Uh-huh. De aztán, mikor ő körbevitt minket és tartott egy ilyen szakmai vezetést, hát kerekre tágult a szemem, és csak úristen, néztem és hallgattam, hogy tényleg, ahogy te is az előbb mondtad, hogy tényleg a kártya a világ tüköre. Tehát annyira gyönyörűen leképzi minden korban a saját korát, hogy kultúrtörténeti érdekesség és lenyomat. Ugye? És akkor vajon muzeológusi szemmel ez a fajta kártyatörténet és kártyakiállítás mit jelent? Szóval nem tudom, mennyire tudtak kártyázni? Na. Mindenfélét? Nem mindenfélét. Tarokkozni? Az ilyen egyszerű dolgokban, bocsánat, hogy mindig én... Igen, de rögtön átadjuk. Az ilyen túlságosan bonyolult dolgokat nem, de ugye a Csaplecsacsi, jó. A Fekete Péter. Tudom, és zsírozni is. Zsírozni is, pontosan. Na, nem, azért napszer, és a legjobban a rablóra, amit szeretem. Na, akkor viszont adjuk át Emiliának a szót. Szóval a kérdés még a levegőben van, hogy mint muzeológus, igen. Hogy a kártya mit jelent? Hát igazából ott a gyűjtemény egészét tekintve, uh-huh. mint muzeológus szembesültem ezzel az anyaggal. Igen. És abból egy nagyon kicsi szelet ez a válogatás, amit most készítettünk, ennek az évfordulónak az apropóján. Uh-huh. Tehát inkább ami a konkrét gyár történetéhez tartozó dokumentumok, tárgyak, illetve maguk uh-huh. a termékek, a játékkártyák hát kerültek kiállításra. A játékkártyák, ha már termékekről van szó, hát annak idején, sok száz évvel ezelőtt nem csak ilyen kártyák voltak, ezt János Kantaltól tudom, mert volt vendégünk annak idején, hanem például a köralkú kártyalapok is, de a termékek. Szóval ez, amit én itt kevergettem az előbb, egészen más anyaga van, mint ami annak idején a kártyázás régebbi koraiban volt. Mert talán még, én úgy emlékszem, hogy éppen János Kantal mondta, hogy talán még vászonra is csináltak vászonlapra. Szóval itt ez hogy jön az anyag? Nagyon sokféle dologra készülhetett kártya valóban. A mi kiállításunkban csak papírkártyák uh-huh. találhatók, viszont az való igaz, hogy az első korszakot bemutató részben ott még találhatók fametszetes, de kézzel festett uh-huh. kártyák. Hát akkor magyar kártya, beszéljünk arról egy kicsit, hogy a magyar kártya miért nem magyar kártya, és miért magyar kártya. Magzöld, tök piros, mert a színek is mindig szerepet játszanak. Na, keresgéljünk benne magyar szereplőket, alsót és a fősőt. Hát most azt mondom, hogy Rudenc Ulrich, vagy azt mondom, hogy Harrach Rudolf, vagy azt mondom, hogy a Kuoni pásztor, akkor nekik mi közük van például, vagy a Stüssi vadásznak magyarokhoz? Nem sok. Ugye? Hát ugye a Tel Vilmos történet az valószínűleg korábban is egy
közönség körében ismert történet lehetett, de ugye Friedrich Schiller írta meg a drámát belőle, illetve többek között ő is, és ő az ő drámája lett aztán híres, illetve azok a szereplők jelennek meg a kártyán is, akik a drámában szerepelnek. Igazából Magyarországon hívják csak magyar kártyának, tehát ha már a szomszédos Bécsbe megyünk, ott már bizony a német kártyának hívják ezt a... A TEL kártyának. Igen. És, hát vagy a Doppeldeutsche, tehát igen. Hogy... és hát igazából korábban a soproni képes kártyát hívták magyar kártya, illetve Magyarországon a soproni képes kártyával játszottak korábban, és pont Piatnik Ferdinánd volt az, aki magyar kártyának kezdte el nevezni ezt a terméküket, ugye az 1860-as évek táján, és utána terjedt el ez a név, ez a névváltozat. Igen. Na most az első magyar kártyagyár, amikor megalakult, akkor ilyen mai szóhasználattal élve, akkor milyen beruházás volt? Szóval kik alakították? 5 korábban is kártyafestéssel, illetve papírkereskedelemmel foglalkozó iparos ember alkotta. Most itt nem sorolnám föl a neveket. Tehát négyük közül ők kifejezetten kártyagyárosok voltak, illetve az ötödik egy papírkereskedő. És aztán fejlődött tovább, és fejlődik mind a mai napig. De most én azért is kérdeztem így, hogy muzeológusi szemmel, mert valahogy, hát nem tudom, hogy lehet kötődni pontosan ezekhez a témákhoz, és még Emiliánál maradok egy kicsit, mert ha azt mondom, hogy hazám, házam, folytassam? Egy folyóiratról van szó. Igen, helyem, házam, palotám a pontos cím. Helyem, házam, palotám. Akkor az milyen volt életedben? Ő egy nagyon kedves gyermek a számomra. Korábban Rákospalotai Múzeumban is dolgoztam, ott intézményvezetőként, és így módonban állt bizonyos újításokra is újításokat is kezdeményezni. Az egyik volt ez a helytörténeti folyóirat, ami hát hol akadozva, hol gördülékenyebben, de a mai napig megjelenik, úgy tudom. A másik dolog, hogy és ezért is forszírozom én, hogy ki miért keveredett erre a pályára. Hát nálad például mondjuk az arab nyelvnek van-e talán köze a kártyázáshoz és a kártyához, mert hogy hát ha valaki arab szakos régész, akkor miért érdekel ki annyira a kártya? Hát annak idején, jól tudom, Damaszkuszban voltál egy darabig. Valóban, hát ez most nagyon messzire vinne, hogyha ebbe belemennénk. Ott is nyilván kártyáznak abban a kultúrkörben, sőt, hát ugye valahonnan keletről származik a kártyajáték. Így van. És valószínűleg valamilyen arab közvetítéssel, de leginkább India a hazája állítólag. Úgyhogy az én ilyen irányú érdeklődésemnek itt most nincs szerepe ebben a dologban. Csak én voltam kíváncsi. Igen, igen, de hát én azt is kérdezhetünk, hogy hogy kerültem én a vendéglátó, pedig múzeum élére. Hát, de hát ez egy másik műsor lenne, hogyha az én történetemet. Nem, de én a kártyára gondoltam tényleg, hogy keletről indult. Gondolom, azért is válaszoltam így, igen, hogy de nem, tehát az arab tudásom, ami már egyébként igen megkopott, annak semmi köze ehhez. Jó, akkor ezt is tudjuk legalább. Na most, amit itt mutattatok, itt kártyákat, meg látjuk is a képeken mindenféleképpen, azok János Kantal, hát ugye azt említettük, hogy az ő jó voltából, de nagyon sok olyan kártya van, ami gondolom magántulajdonban van, vagy fotográfusok is tudnának róla beszélni. Ezen kívül, a gyűjteményen kívül mi minden látható még? A kiállításban? Igen, tehát igen. A kiállításban alapvetően a Jánoska gyűjteményre alapozunk, ami most már a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményének a részét képezi, hát illetve Antal kérdezem. Azóta is aktívan gyűjt, tehát még számíthatunk majd a gyűjtemény gyarapítására, illetve a kezdeti időszakra vonatkozóan főleg sok anyagot kaptunk a Kiscelli Múzeum gyűjteményéből is, kölcsön a kiállítások alkalmából. Na, ezért is kérdeztem. De itt a kártyánál még itt van például, hogyha nézegettem a magyar kártyát. Hát van itt azért sok mindenféle, ezt is meg tudjuk itt mutatni, kisebb, nagyobb, 32 lapos, meg nem biztos, hogy annyi lapos, de azért a francia kártyáról se feledkezzünk meg, mert azt hiszem, hogy az is hát elég nagy szerepet játszik a történelemben, ugyebár, mert még hát nem akarok Napóleonig visszamenni, francia kártyákat is látni természetesen, ugye?
Igen, sőt, ezen kívül különböző tarokkártyákat, és egészen a jóskártyákig eljutunk a kiállításban. Ez nagyon jó, a jóskártyákig. Na most azt mondták, hogy a kártya az tulajdonképpen nem szerencsejáték, hanem sport. Egyet szellemi sport, gondolom. Egyet lehet ezzel érteni? Hát mindenképp alapvetően egy bázis játékeszköz, azt kell mondjam. Tehát kevés olyan eszköze van a játék kultúrának, mint a kártya, amit azt hiszem, hogy tényleg mindenki megengedhet magának, mert viszonylag olcsó, pláne manapság mióta ilyen nagyüzemi gyártásban megy. Régebben, hogy ezt ne felejtsük el, amikor kézzel festett volt, azért nem mindenki kártyázott. Azt gondolom, hogy hát a sport mi volt, az meg hát tudjuk, és hát a tévében is rendre látunk ilyen játékokat, illetve hát tudjuk, hogy egy-egy ilyen, ha valaki mondjuk egy magyar nábob kimegy mondjuk Nyugat-Európába kártyázni, akkor az ő nevezési díja alkalmasint több, mint amennyire mi megvettük a Jánoska gyűjteményt. Szóval azért vannak ilyen érdekességek. Nyilván, hogyha akkor nyilván ennek a sokszorosával játszanak, és sokszorosát lehet megnyerni. Hát az biztos. Szóval játszik a szegény, játszik a gazdag kártyával, és hát tényleg nagyon sokféle játék van egy-egy kártyával, illetve ami érdekes, hogy országonként is változik el a játékszabály. Úgyhogy éppen Jánoska Antalton tanultuk mi is meg, hogy például a mediterrán kártyajátékok egészen máshogy néznek ki. Nagyon jó lenne például, ha valaki foglalkozna komolyan művészettörténészként az ábrázolásokkal. Mert az, amit említettél, hogy mi minden van rajta, az érdekes történeti szempontból, de művészettörténetileg még szerintem soha senki nem dolgozta fel. Hát, mint ahogy azt sem hiszem, hogy feldolgozták annyira, bár mindenféle nyomokban lehet látni, hogy még a katonákat is vigasztalta, mert a lövész árokban kártyáztak, erről képeket is lehet találni, és a másik pedig, hogy azért is jutott eszembe most, hogy a sportról beszéltünk, hogy sportolóink, például volt olyan, azt hiszem a müncheni olimpián, hogy mikor áramszünet volt a döntőben, akkor a magyar srácok, a vívók elkezdtek kártyázni, és ettől megrémült az ellenfél, el is vesztették utána, hogy ezek ilyen nyugodtak, hogy kártyáznak, mikor itt világ vagy olimpiai döntő van. Krúdi Gyula vajon tudott kártyázni? Mert ha már a Krúdi házról van szó, mint a múzeum. Na? Nehéz kérdés? Bizonyára tudott, de hogy szeretette, azt nem tudjuk. Mert azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy nem annyira volt nagy kártyás ő. Akkoriban, ahogyan ő ivott, és ugye sokan őt alkoholizmussal vádolják meg, de nem volt ő alkoholista, csak megitta a maga borát, mindenki hát más. Ugyanúgy, akkoriban azért ez a kártyajáték is szerintem az alapkultúrához hozzátartozott. Hogy ki szeretett játszani és ki nem, az már egy másik kérdés. És miért hívták a kártyát az ördög bibliájának? Hát ez nagyon érdekes, jó a kérdés, mert eredetileg a 16. század táján azok a kézzelfestő emberek, akik a szentképeket festették különböző búcsú célokra, ugyanazok festették a kártyát is. Aha. És innen van az elnevezés, de azért nyilván ez egy pejoratív és hát kirekesztő jellegű megfogalmazása az ördög bibliája. Én azt gondolom, hogy az egyház nem csak ebben a dologban, hanem egyébként is sok ilyen kirekesztő jellegű, hogy mondjam, megnyilvánulással bír, amit jó lenne, hogyha levetkőzne. Elnézést, hogy ilyen keményen fogalmazok, de egyébként nyilván azért is az ördög bibliája, mert hogy szerencsejáték célra használták. Tehát na most, ugye itt azért ezt ne felejtsük el. De még egy dolog, hogy hát múzeumban, és ezt a muzeológusok tudják a legjobban, tárlatvezetések is vannak. Na most ebben az esetben egy ilyen kártyatörténeti kiállításon milyen tárlatvezetést lehet csinálni? Mutatni, vezetni, elmondani? Ez hogy történik, ha van itt egyáltalán ilyen? Természetesen ehhez a kiállításhoz is igényre kapcsolódik a tárlatvezetés. Hát elsősorban elméleti jellegű, de tényleg mesélünk a gyár történetéről, illetve a kiállított tárgyakról. Mármint az első magyar kártyatörténetéről? Igen, illetve annak a folytatásáról. Igen. Ugye az első magyar kártyagyár nem volt olyan nagyon hosszú életű, mindössze 1869-től 96-ig létezett, amikor is mondhatjuk, hogy csődbe ment, mert nem tudták a technikai fejlődéssel felvenni a versenyt, és sajnos felismerhetővé váltak a kártyák a nyomódúcok kopása miatt.
és akkor a Piatnik cég megvásárolta. Ne legyen hamis kártyás annyi. Igen. És ugye az államosítás után pedig, mint játékkártyagyár és offset nyomda működött tovább. Értem. Még valami, mert azt már a nézők is tudják, mert nem először beszélünk róla, hogy meddig van nyitva a kiállítás? Jó sokáig, remélem, tavaszi. Igen, hát január vége, úgy emlékszem, február eleje valahogy így. Úgyhogy még el lehet akkor menni mindenképpen, de ezért mondom, hogy már... És hát lesznek tálatvezetések, igen, szóval azt, sőt, hát lesz olyan, hogy a kártya, mert ugye a kártyagyűjtők azért Jánoska Antalon kívül is vannak, persze, szerencsére. Hát, sőt, visszatérve az előbbi gondolatodra, van, aki kifejezetten hadi kártyajátékokat gyűjt. Bizony. Ismerünk olyan embert is, már majdnem csináltunk kiállítást is neki, kis hír hadi volt. Kártyát, bizony. Amikor most ugye volt az első világháború különböző évfordulós rendezvényei, úgyhogy tehát lesznek gyűjtői találkozók, nagyon jó. Lesznek oktatások, és hát ne felejtsük el, hogy van interaktív része, a kiállításnak lehet kártyavárat építeni. Igen, például. Akkor még egy, ha már itt a gyűjtőkről van szó, 20-án lesz éppen egy ilyen kártyagyűjtők találkozója, éppen a múzeumban, de oda akarok én kilukadni, hogy megszokhatták, hogy sok minden más is van a múzeumban, és itt hoztatok mindenfélét, akkor itt még van egy-két-három percünk, igen, hogy hirtelenjében mi ez, amit szintén meg lehet nézni. Felismerés, nem tudom, hogy látszik-e, vagy nem. Hát persze, hogy látszik, igen. Hát nem kvíz műsor. A szerkesztő úr sem ismerte föl, elárulom a kedves nézőknek. Vagyis? Lehet tippelni. Hát én szerintem Emilia tippeljen inkább. Hát Emilia tudja. Hát akkor ő mondja meg a tutit. Na, szóval. Szóval ez a gyönyörű pingvin, ez egy séker. Ezt most nem fogom szétnyitni. De azért egy igazi séker, van itt egy igazi séker is mögötte. Tudjuk, nyit egy séker kiállításunk nem olyan régen, múlt héten. Szintén egy gyűjtő. Mi nagyon szeretjük a gyűjtőket, mert ugye fantasztikus tudással rendelkeznek, mélyebb és nagyobb tudással, mint amivel mi rendelkezünk egy-egy tárgykultúra kapcsán általában a múzeumban. Antal B. Gábor gyűjteményéből közel 100 darab sékert a Design hétre, és szándékosan hoztam ezt a különlegeset, de vannak ennél cifrábbak is, ami úgy néz ki, mint egy tűztorony, vagy mint egy tűzoltó palack, vagy tudom is én, és hát ugye a színeknek, a formáknak ugyanazt a funkciót betöltő módon mégis egy fantasztikus kavalkágyát lehet látni. De ilyen sokat megszerezni azért az nem semmi. Igen, úgyhogy érdemes ezt is majd megnézni, hogyha nálunk járnak. És füstölögni lehet még? Te egy másik kiállításra utalsz most éppen, igen. Füstölgünk is, mert a Diszeli, ez Tapolca mellett lévő első magyar látványtár anyagából egy nagyon gazdag kiállítás látható most nálunk, ami Vörösvári Ákos, illetve édesapja Vörösvári László gyűjtéséből indult el, és tavaly ott volt látható náluk, most nálunk látható. Minden, ami a dohányzással kapcsolatos. Igen, na most itt nem arról van szó, hogy mi dohányzásra bíztatunk, egyáltalán hanem egyáltalán nem. Ez dohány. Sőt, a kiállításnak van olyan része, ami kifejezetten elriaszt, igen. Mert vannak olyan modern művészeti alkotások ehhez kapcsolódóan, ahol egy hatalmas kubus van. Hát a kubusban. Hát a pipa, igen. Hát a vízipipától a tajtékpipáig, és Arany János pipája például ki van állítva, na, ezt ugye? Ezt mondom, hogy nagyjaink irodalmi és politikusaink kimivel és hogyan pipázott. És hát fotó és festmények, és egészen gazdag, tényleg és nagyon izgalmas alkotások. Gyakorlatilag régen egy színész portré, az szinte majdnem mindig éppen dohányzás közben ábrázolt a híres színész. Most nem is beszélve a hamvadó ami ma szinte tilos lenne. Na jó, itt vagyunk a végén, még egyetlen egy szót, ez micsoda? Hát ezt elmondja Emilia. Hát ezért. Bocsánat, még egy helyesbítést, egy apró helyesbítést hadd tegyek, hogy Arany János pipája. Tehát ez egy tajtékpipa, ami egy tokban helyezkedik el, amire rá van írva, hogy Arany János pipája. Valószínű, hogy kortárs darab, de lehet, hogy akkor is már szuvenírként gyártották sorozatgyártásban. Igen. Tehát az, hogy azt azért nem kockáztatnám, hogy ez kifejezetten Arany János pipája volt, de lehetett az Értem. Is akár. Igen. Igen. Amit itt látunk, ez a tárgy, egy kártyaprés. Igazából azokban a háztartásokban, ahol rendszeresen kártyáztak, ott volt különböző, vagy ennyire díszített, vagy szerényebb megjelenésű. Tehát a nap végén, amikor abba hagyták a kártyázást, akkor a csomagot beletették ebbe, hogy a lapok meggörbülését megakadályozzák. Ez igen. Hát én nagyon szépen köszönöm mindazt, amit hallottunk, és akkor biztathatunk mindenkit, hogy nézze meg a Krúdi házat, mármint hogy a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot a sok-sok bemutatóval együtt. Hát most akkor
ebben a pillanatban maradjunk még a kártyánál. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Okay.